Kegyelem néktek és békesség, Istentől, az Atyától és az ő Szent Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Isten mondja nekünk, én adok majd a szomjazónak, az életvizének forrásából gyere. Február 25-én, vagy második vasárnapján, így imádkozunk a Zsoltárossal, gondolj Uram irgalmadra és kegyelemedre, melyek örökről boka vannak. Uram, hozzád emelkedem lélekben, benned bízom, Istenem, ne szégyeljek meg, ne nevessenek ki ellenségeim, útjaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre, taníts meg engem. Amen. Amen. A 210. dicséretünket énekeljük mind az 5 verszakát, az első így kezdődik. Krisztus kihagy nap és világ, minket sötétségbe ne hagy. Igaz világosság, te vagy, kárhozatra menni ne hagy. 210. dicséretünket énekeljük. Budapesten a hajléktalannak tartunk valamennyire,
számba veszik és eltalálják őket, de vidéken nagy a baj, ott, ahol a mély szegénységben élők nem tudnak tüzelőt venni, és gyerekesek és öregek és betegek is vannak, akikre nagy veszély jelent ez a borzalmas hideg, ha nem tudnak meleg otthont teremteni nekik. De ugyanígy veszélyt jelent állatokra is, kisállatokra, madarakra, a természetre, a gyümölcsfákra, úgyhogy kérjük Istent, hogy vegye el az élét ennek a nagy hidegnek, és ne legyen olyan nagy hideg, és ne pusztítson, ne csináljon kárt az emberekkel, állatokkal. De ugyanakkor azt is kérem, hogy adja meg azokat, Isten, akik ebben a nehéz helyzetben most önmagukat nem kivélve, ugyanúgy fázva ázva, mint a mások, segítséget nyújtanak azoknak, akik rászorulnak. Köszönöm. Szintjonalú Gyurka mondja, hogy ma reggel azt tapasztaltam, hogy az irodámban nem csak két macska, hanem két kakas is van. Két öreg kakas. De így van ez az állatot is. Megsérít ezt a nehéz időt. Hát még az emberek, majd még talanyjainkra, és azért gondoljuk is azokra a magányos emberekre, akik valahol valamilyen tábori helyen segítségre szóljunk. Szóljunk is, hogyha bárki látunk, hogy hallunk valakiről, mert állandóan úton vannak az utcai szociális munkásaink is. Köszönjük, hogy utat is ügyesen mindig emlékeztet erre bennünket. Igen, van-e? Tudom, hogy mi? Szeretném nektek megköszönni azt a sok imát és támogató gondolatot, amíg nem voltam veletek. Nagyon hálás vagyok érte, és szeretném azoknak megköszönni, hogy meghagyta nekünk Barmus unokámat, hogy ilyenség ellenére. Gábornak pedig holnap után.
csinált egy puskát nekem, nagyon köszönöm. Kérni az András nyomulnak a testvére, mert valószínűleg rossz idő a turákos. Köszönöm. A tenyeredet kérni. Tete, hazasztáltatok. De te ne, Andrél. Elkértem a nekem életedre viszont, kiért szeretnék, meg miért, akik egészségügyi gondolkodók van, és a családjaikért, akik gondolták őket, és Anettért a lelki gyógyulásáért. Szeretnék imádkérni Áron barátunkért, aki beteg. Igen, maradt-e valakinek? Én a testvérem, én szeretnék imád kérni, akinek a születésnapja lesz volna utána, hogy Isten nyugasztalja a békét, aki már nincs. Józsefnek hívja.
András, illetve a Gőzényi boldogságáért. Sorozat, amit ő a Bibliával kapcsolatban mindig a 31 könyvben jelent meg. Magyar nyelven a rendszerváltás óta. Hát ha nem maradt más, most nem látott más jelentkezést, akkor köszönjük szépen, és hallgassuk meg is a Szent igényét, mielőtt imádkoznánk, és majd ha még gyerekek befutnak, akkor a gyerekek áldása, vagy az ének felnőttek.
és szóltak a papok és a proféták, a fejedelmeknek és az egész népnek mondván, halálra méltó ez az ember, mert e város ellen profétát, amit füleitekkel hallottátok. És szólt Jeremiás mindazoknak a fejedelmeknek és az egész népnek mondván, az Úr küldött engem, hogy profétáljak e ház ellen és e város ellen mind e szókkal, amelyeket hallottatok. Most azért jobbítsátok meg a ti útjaitokat és cselekedeteiteket, és hallgassatok az Úrnak, a ti isteneteknek szavára, és az Úr megbánja a veszedelmet, amelyet emlegetett titeket. Én magam pedig íme, kezetekre vagyok, cselekedjetek velem, amit jónak, és amit helyesnek tetszik nektek. De jól tudjátok meg, hogyha megöltök engem, ártatlan vér szállt kiálltok, és e városra és ennek lakosaira, mert bizony az Úr küldött el engem hozzátok, hogy a ti füleitekbe mondja mind e szókat. És mondták azok a fejedelmek és az egész község a papnak, papoknak és profétáknak, nem méltó ez az ember a halálra, mert az Úrnak, ami Istenünknek nevében szólt nekünk. Amen. Minden akkor is örökké való Isten mennyi kérdésettel, amit állátok neked, ezért a mai napért, a te szent igét hirdetéséért, hallgatásáért, testvér közösségért, vele való találkozásért. Köszönjük a most elhangzott szavakat, és köszönjük, hogy a legnehezebb időkben is szólsz hozzánk. Különösen nehéz dolgod van, amikor olyanokat kell megszólítanod, akik nevedből neveztetnek, és akik ebben hozzá tartoznak, vagy ezt állítják magukról, amikor bennünket talál el a te ígéd szava, és fel vagyunk háborodva, ha ítéletet mond ez az üzenet, könyörülj rajtunk, és állj meg a bátrakat, akik szólnak nehéz. Vállaljanak békés szívvel következményeket is. Imádkozunk azokért, akik sokkal nagyobb kockázatra is képesek, azokért, akiket megölnek mai napjainkban a te nevedért. Háború sújtotta vidékekre, gondolunk áll meg azokat, akik ott életükért, szabadságukért küzdenek most éppen Szíriában is. Fáróba is tartozzanak mindezek teremtményeid, a te gyermekeid. Adj nekik békességet, kérjük, fékezd meg az erőszakot, amennyire lehet, indítsd azok szívét, akik ebben a dologban nagy hatalomként, katonai erőként érintettek. Körülbelül az egyszerű embereket, gyengéken, a szegények nem tudnak elmozdulni onnan, és segíts meg őket, kérjük, Urunk. És abban is könyörülj meg népünk vezetőin is, és más hangadókon, hogy ne használják fel ezt a helyzetet rövid távú politikai célokra, hanem az legyen tiszta a mi hivatalosságunk és együttérzésünk, és egyértelmű, hogy te akaratodat keressük, és hűségesen akarunk szolgálni. Imádkozunk most Lürkában a nagy hideg miatt, a szenvedőkért, emberekért, állatokért is, növényekért, fákért is, különösen a vidéken magányosan élőkért, adj figyelmet, irgalmasságot a környezetükben élő emberek szívébe. Zsuzsával hálát adunk azért, hogy megtartottad őt, de mostban kérünk téged, hogy a további gyógyulásban is légy mellette, és köszönjük Barnos unokájának a gyógyulását. Fogival hálát adunk a közösségért, a szeretetért, a pénteki női és férfi óráért. Fogival Sánikára gondolunk, aki egy nagyon nehezen mozog, te állt meg őt, és imádkozunk Ilonka néniért, szeretteiért, lányaim, Saciért, hogy vigasztalást gyászolóknak, terheket hordozóknak,
mély szegénységben élő gyerekekért különösen imádkozunk, hogy sokan fáznak és éheznek, és hiányos az öltözetük. Könyörülj rajtunk, hogy megtaláljuk őket, és gondolunk Vandára, akinek születésnapja van, áld meg ő örömmel az életét. Imádkozunk Kálmánért és Balogh Gábor testvérünkért, akiknek most van a születésnapjuk. Jóskával gondolunk, Lujza kislányára köszönjük, hogy megtartottad őt, és segíts meg a családot az iskola választásban most. Élával gondolunk Andrejre, hozzánk látogató baptista lelki pásztorra és feleségére. Áld meg őket, áld meg a szolgálatukat, fűségüket. Andrásra gondolunk, unokatestvérére, aki egy súlyos betegséget diagnosztizáltak. Áld meg életének ezt a küzdelmes szakaszát, és segíts, hogy a gyógyuláson túl lelkiekben is gazdagodjék, megtalálja a veled való békességet, és megőrizze azt. Beállva Éva gyógyulásáért imádkozunk, a közösségért áld meg bennünket, és erősíts az emberségben, Anita Kéért is, Mériért imádkozunk, akik betegek, és kérjük téged Anett lelki gyógyulásáért, Balázsa a Mártelepi iskoláért kérünk, sok-sok szegény is, gyakorlatilag állt egy gyerek van ott, állt meg őket, és állt meg velünk foglalkozó pedagógusokat is. Istvánnal három barátunkra gondolunk, aki beteg, és ugyanígy Hannára és Andikára, áld meg őket, Judittal is betegeinkre, az influenza járvány áldozataira gondolunk, de van fogunk a hálára, és hálát adunk Hannáért, segíts meg őt, úrunk, hogy kitartóan munkálkodjék a jól. Katikával testvérének, Józsefre, gondolunk áld meg az ő emlékét, és a vigasztalás szeretteinek. Ragaival állunk és magasztalunk, Istenünk, mindannyiunk Atya, egy áldott és felmagasztalt minden dicsőség, és kérünk téged az érzőlények boldogságáért, hogy mindenkinek adja te főséges áldásodból. Károlyal a lelki pásztorokért, Kálmán a lelki pásztorokért, igényületésért, arra való áldásért kérünk, és azért, hogy tudunk figyelni egymásra. Imádkozunk még a fiatalokért, akik pénteken szóltak valamennyiük nevében, és hozzuk el itt Naftali Krausz családját is, te áld meg őt. Nagyon kérünk úgy, még Simancsis Péterért, aki körös műtéten esett át, és komplikációk léptek fel. Kérünk téged, hogy segíts meg őt, és vezet a gyógyulásnak az útján. Ti atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, ami minden napi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és legyen minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A helyünket elfoglalva a 164. dicsérettel folytassuk Isten tiszteletünket, ezzel készüljük az igényültetésre. Thank you.
gyerek Isten tiszteletre, hogy jöjjön előre az áldásért. Milyen jó, hogy meg is van egy kislány is, aki képviseli a lányokat, mert a többiek a betegség, vagy a rustaság, vagy egyéb emberi dolgok tartották távol. Áldj meg a lányok képviselőjét az Úr, és egy boldoggá, kedvessé, erőssé, szépté, Sárá, Rebeká, Ráját és Leát, fiúkat pedig áldja meg és őrizze meg az Úr, Efraimat és Manassét. Kedves jelenlévő és az ige hirdetés felvételről hallgatók a felkezet. Isten szent igéi ma Máté evangéliumából a 21. rész 28. versétől felállva hallgatók. Itt szól hozzánk Isten szent igéje ma Máté evangéliuma 21. részének a 28. versétől. De mit gondoltok ti? Volt egy embernek két fia, és oda menvén az elsőhöz mondta, erre egy fiam, munkálkodjál ma az egy szőlőben. Azt pedig felelvén mondta, nem megyek, de azután meggondolván magát elment. A másikhoz is oda menvén hasonlóképpen szólt, azt pedig felelvén mondta, én elmegyek, uram, de nem ment el. E kettő közül melyik teljesítette az Atya akaratát? Mondták neki az első. Mondta nekik Jézus, bizony mondom nektek, a vámszedők és a paráznanők megelőznek titeket az Isten országában, mert eljött hozzátok János az igazság útján, és nem hittetek néki. A vámszedők és a paráznanők pedig hittek néki, ti pedig, akik ezt láttátok, azután sem tértetek meg, hogy hittetek volna neki. Eddig olvassuk a szent igét, tessék el. Kedves testvérek, ebben a mai szent igénkben egy olyan példázattal találkozunk, ami csak Máté evangéliumában fordult elő, négy evangélium közül csak ő jegyezte le ezt a különös kis párbeszédet, és azon belül ezt a példázatot, Jézusnak ezt a üzenetét. Az előbbi pedig az, ami nem sokára elközeledik majd időben is hozzánk, hogy Jézus bevonul Jeruzsálembe, ezt Virág vasárnap szoktuk felidézni, ezt az eseményt, és nagyon sokan örülnek ennek az eseménynek, áldásokat kiáltanak, áldott aki jő az Úr nevében, hozsánna a magasságban, de ez a nagy igazság, ez a nagy hallelujázás rögtön kis megbotránkozásba fordul, mert Jézus első útja a templomba vezet, és ott azt tapasztalja, hogy aféle perzsavásár, így szokták mondani, olyan fajta adásvétel zajlott ott a templom téren, annak is egy különleges helyén, ami idegen volt a templom eredeti rendeltetésétől. Nem kapott se Dávid, se Salamon, se korábban Mózes olyan utasítást az Úrtól, hogy ha már sok ember van valahol együtt, akkor egy kis üzletet is lehessen csinálni. És igaz ugyan, hogy nem bármit lehetett ott venni, nem egy ócskapiac volt ez, az áldozatos
szükséges dolgokat vásárolhatták meg az emberek. Úgy volt valahogy, hogy a temetőben is szokás, hogy igyekszik mindenki valahogy közel kerülni a bejárathoz, vagy ahhoz a helyen, ahol sokan elmennek, hogy a portékáit árusítani tudja. És ha már jönnek a zarándokok, akkor vegyék meg tőlünk azt a kis ajándékot, legalább egy kis galambot, vagy váltsák föl a pénzüket, mert igaz ugyan, hogy kiváltság volt a birodalmon belül az elnyomott, bekebelezett kis népeknek, hogy a saját fizetőeszközükkel kereskedjenek, és fizessék be az adót, de mindenki jobban járt a konvertibilis valutának, amely akkor a római pénz volt. Bizony a templom területén voltak olyan pénzek, amelyeken rajta volt a császárnak a képe, esetleg azzal a szöveggel, hogy Istenként áldott ő. Nem véletlenül, mikor Jézust megkísértik, hogy szabad-e a császárnak adót fizetni, akkor ő megkérdezi, hogy van-e itt valakinél egy adóbaras. Rögtön tudnak adni neki, ami nagyon kínos, mert a templom területén nem lehetne ilyen pénz az embernél, mert ez Isten károlásnak számítana. Szóval Jézus bemegy és látja ezt az egész csődületet, mindig így volt egyébként az evangélium szerzők ebben következetesen mindannyian szólnak erről az eseményről, csak máshová helyezik. János evangéliumban Jézus működésének a legelejére, mindjárt az elején megmondta, hogy hogyan gondolkozunk erről a kérdésről. Többi evangélium valahol ide az Úr működésének a végére, az utolsó jeruzsálemi útkori időre, mindegy, hogy mikor volt, valamikor egyszer ezt meg kellett mondani, hogy ez így nincsen rendben. Meg kellett mondani, hogy a korrupció bármilyen ügy érdekében, vagy bárkire mutogatva, vagy azzal a gondolattal, hogy jobban nálam van a pénz, mint a többieknél, ilyen vagy olyan színű ellenfeleidnél. Tehát egyszer meg kell mondani, hogy ez utálatos dolog, gazemberség a nincstelenekkel szemben, egy többen kértek imát, azokért, akik nagyon rossz körülmények között vannak, a töredékéből lehetne segíteni nekik, annak a töredékéből, amit a hatalmasok ellopnak. És úgy tudjuk, hogy itt is Annás főpapnak volt egy kicsit üzlete a templom téren, a pogányok udvarán berendezett piac, és nem mert senki szólni, nem volt olyan nagy ügy, meg nyilván mindenki arra gondolt, hogy végül is nem haszontalan dolgokat árulnak. De Jézus úgy gondolta, hogy az én atyámháza imádságháza, ott ne történjék más, és megtisztította a templomot. Na most Annás hívei és a többiek a rómaiak által kinevezett egyházi vezetőség, a nem egyháznak hívták, mondjuk közösségi vezetők, inkább így mondanák, elvállalkoznak ezen, és számunk élik Jézus, hogy kicsoda hatalommal cselekszed ezeket. Ki adta ezt a megbízást neked? Hogy mersz olyasmikkel szembeszegülni, amik eddig olyan jól, olyan konszenzussal működtek? Ja, az imádság előtti szövegünkben Jeremiás megrendítő helyzetéről hallottunk, aki az Úr nevéhez szól, és kis hián ott nyomban felkoncolják őt, mert így járnak azok, akik olyan ügyekben megszólalnak, amikben általában közben egyetés van, nem bolygatjuk azoknak az ügyeit, akiknek túl sok hatalom van a kezükben. De Jézus bolygatja. Miféle hatalommal, milyen felhatalmazás alapján teszed ezt? És zsidó vita stílushoz tartozik, módszerhez az, hogy kérdésre kérdéssel válaszol. Én is kérdezem tőletek valami, mondja Jézus, a János keresztjége honnan volt?
de keressék meg, fordítja a Bibliát, bár ez nem azonos azzal a kerességgel, amit mi gyakorlunk. Ez a zsidóságba való betérés utolsó aktusa volt, tehát ha valaki pogányként belépett a zsidó közösségbe, majdnem azt mondta, hogy bekeresztelkedett, tehát ez egy képzavar, mert a férfiak körülmetélkedtek, őket is befogadták, náluk nem volt ilyen ehhez hasonló beavatkozás, viszont amiben mindannyiuknak alá kellett vetni magukat a rendelkezésnek, az az, hogy elmentek a fürdőbe, vagy különösen jó időben kimentek a folyóhoz, ez a Jordán volt, és ott lezárták a bújtjukat azzal, hogy a vízben elmerültek, a vízben megmosódtak, valamilyen módon jelezve a világnak azt, hogy lezárták a bújtjukat, és valami új dolog kezdődik. Ezt vette át azután a fogányság az Úrhoz térve, és lett belőle a keresztség, annak többféle formája, de az üzenet mindig az, hogy valami lezárul, és valami új kezdődik. Újjászületés történt, és vagy annak a reménye, afelé elindult valaki, és ennek jeleként, múltal való szakítás jeleként ezt a látványos aktust véghez vitték. Most amikor keresztelő János, én ezt többször elmondtam itt ezen a helyen is, megszólítja a hallgatóit, csupa időt elmegszólít meg. Keresztelő János nem volt keresztény, ez a keresztelő szó, ez nem így hangzott, ott mondjuk inkább így, hogy a fürdető János, akinek az üzenetében az volt nagyon szellemes, hogy zsidóknak mondta, akik benne voltak az Ábrahám szövetségében, hogy ha ti pogány módra éltek, akkor ne gondoljátok, hogy megmenekültök Isten ítéletétől, teremjetek ugye megtéréshez illő gyümölcsöt, a fejsze a fák gyökerére vetetett, ez nem pogányoknak, mondta ő. A katonák, akik hozzámentek, nem idegen zsoldosok voltak, zsidó származásúak voltak ők is, a vámszedők is, mindenki, aki hozzáment, mentek papok is, és léviták is hozzá. Mintha ebből a mai kis szakaszunkból az derülnek, hogy nem olyan nagyon sokan, mindenki meghökkentett Jánosnak ez az üzenete, hogy szíveteket is metéljétek körül, és szívetek szerint térjetek az Úrhoz, nem a külsőségeknek a szintjén. És ezért szoktam én mondani, bármi olyankor, hogyha a szülőt érintettek zsidóságban is, hogy én az idehozott kisgyermeket nem keresztelem ki a zsidóságából, hanem bele keresztelem. Inkább még jobban oda kötjük az Úrhoz, Istennek megújító kegyelméhez. Szóval a János keresztsége honnan való volt, kérdezi Jézus a felháborodott, nagyon vallásos, tüntetően vallásos vitapartnereitől. A mennyből vagy emberektől? Isten biztatta őt erre, vagy pedig valamilyen emberi feltűnési elképzelés, feltűnési viszketegségből csinálta ezt. Van ilyen, amikor valaki kitalál valami furcsa dolgot, ami meghökkenti a világot, bizony a meghökkentés is Isten eszköze, még a megbotránkoztatás is van úgy, hogy ezzel kell élnie a profétának is. Szóval mennyiről volt, vagy emberektől? És ezek magukban elkezdenek tanakodni, és azt mondják, hogy ha azt mondjuk, hogy emberektől, félünk a sokaságtól. Mert mindenki azt gondolja Jánosról, hogy ő proféta. Mi nem gondoljuk, de politikai megfontolásokból nem merjük azt állítani, hogy nem a mennyből van, hogy elveszítjük népszerűségünket, az ilyen egyszerű. Ez az a pont, amit ha bevetnénk, akkor mindenki elpártolna tőlünk, ezért nem mondtunk ilyet, nem merjük kimondani, mert a sokaság
véleménye, szavazata mindennél fontosabb a számunkra. Ha azt mondjuk, hogy a mennyből való volt, akkor erre rögtön azt fogja ez a rabbi felelni, hogy akkor miért nem hittetek neki? Hol voltatok ti, miért nem álltatok be a sorba? Ha az a mennyből való volt, amit keresztelő János hirdetett. És ezért ehhez a gyáva megoldáshoz futamodnak, azt mondják, nem tudjuk, hogy honnan való volt. És erre a válasz, hogy jó, akkor én sem mondom meg nektek, hogy honnan származik az én felhatalmazásom, de hogy ne maradjon a levegőben ez a probléma, ekkor mondja el a példázatukat, ami a mára kijelölt szakaszunk, mi a véleményetek erről, mit gondoltok ti? Volt egy embernek két fia. Azt mondhatnánk itt, hogy ez nem arról szól, hogy az egyik zsidó volt, a másik pogány, és vannak ilyen magyarázatok, megnéztem, ez nagy melléfogás, hogy pogányok megelőzik a zsidókat, a üdvösségben nincsen erről itt szó, mindenki ilyen szempontból az egyik oldalon áll. De az is biztos, hogy az is egyenlővé tesz bennünket, hogy egy azon apától származik mind a kettő. És ilyen szempontból sincs kétféle ember. Ezt nekünk mindig tudatosítanunk kell, hogy az apánk ugyanaz, mi pedig egymásnak testvérei vagyunk, lehet, hogy különféleképpen gondolkodó testvérek, de az a gyűlölködő szembenállás, ami mindennapos tapasztalatunk, az méltatlan mindenhez, nem csak a kereszténységhez, vagy Isten népéhez, vagy egy kultúrához tartozó emberek esetében elfogadhatatlan, de ha nem egy kultúrához tartoznánk, akkor is így van, hogy egy apánk van, és vagyunk ilyenfélék és olyanfélék, és nincs igazunk akkor, amikor apánknak az áldását, figyelmét és az eredetet ki akarjuk saját. Csak mi származunk őkőle, többieket nem tudjuk, hogy hova tegyük, de ők amolyan apátok bizonyára. Hát, amíg hozzáteszünk, amit egy vitahevében Jézus mondott, hogy ti az ördög atyától valók vagytok. Nagyon kemény szavak ezek, de úgy nagy általánosságban nincs más atya. Hát, ha valahová vissza akarjuk eredeztetni magunkat, nagyon szép az egyik evangélium, ugye Máté és Lukács mondja el Jézus nemzetségi táblázatát, és az egyik ezzel végződött, végig ez ezé, ez azé, ez amazé, ez Ádámé, ez meg az Istené. Mindannyiunknak a nemzetségi táblázata ez, mert hát legkésőbb Noénál bekapcsolódunk mindannyian. És a vége ugyanaz, ez pedig az Istené. Egy atyánk van nekünk, mindannyiunknak, és nagyon fontos ennek a kis példázatnak ez az üzenete. Hagyjátok az apátokra, hogy ő tegyen igazságot. Nekem 6 gyerekem van, de egy ennél is nagyobb család apjától tanultam, akinek 11 gyereke volt, ebből én vagyok a második, az első is közülünk egy ilyen nagy család atyától tanultam. Azt, amikor az én gyerekeim is maradottak és verekedtek egymás között, magamhoz szívtam őket, és azt mondtam, hogy a büntetés az az én keserű kötelességem, ti erre nem vagytok felhatalmazva. Ti egymásnak testvérei vagytok, nincs alá és fölé rendelés, csak azért, mert az egyik erősebb, vagy idősebb. Nincs ilyen. Mindannyiunknak egy apánk van, Isten az egész emberiséget egy vérből teremtette, és ez alapozza meg felelősségünket és szeretetünket, és minden más, legkevésbé a gyűlöletünket. Az nem méltó ehhez a kapcsolathoz, az nem tartozik oda. Gyilkos indulatainkról nem is beszélve, azokról a szörnyűségekről, amik most is, mint imádságban
említettem például Szíriában zajlanak. Szóval egy embernek volt két fia. A második megjegyzésük a kis szakasszal kapcsolatban az, hogy az apa maga megy oda az első gyerekéhez, és mondja neki azt, hogy munkálkodjál ma az én szőlőmben. Mi a mi dolgunk ezen a világon? Az, hogy munkálkodjunk Isten szőlőjében. Nem azt mondják, hogy menjél fiam a kőbányába követ törni. Vagy menjél a gályára, láncoltasd oda magad és húzzad. Itt is van egy szőlőtől, mindig látjuk, és mikor a szőlőjén is van, akkor egy 8-10 fő szokott rajta lenni, megcsípkedünk örömünkben mindig, és ha marad belőle valami, akkor a szaratási hála ünnepére oda tesszük. A szőlő egyik legkedvesebb gyümölcsük, és azt általában igaz, fáradtságos munka az is, kapálgatni, meg metszegetni, kötözgetni, de azért az inkább szórakozásból csinálja mindenki. És Béla nekünk egy pár tövet elültetett itt, talán egyszer majd a oszlopokra is fölfut a szőlő, de nézegetni, nyitogatni, bevoltogatni, valahonnan kapni egy jó kis hajtást, és azt beoltani. Voltak ilyen oltogató emberek, akiknek nem is kellett engedélyt kérni. Ha volt valami nagyon jó fajta kis szőlőjükből egy vessző, akkor azt annyi darabkára vágták, hány ismerősük volt, bementek a kertbe, és fogták magukat, és beoltották. És várták azt az örömteli dolgot, hogy majd ezen az oltványon valami különlegesen finom szőlő megjelent. Szóval oda ment hozzá az apa, és azt mondta, hogy menj a szőlőbe és munkálkodjál. Mi ennek a földi életnek az értelme? Hangzatos szavakat szoktunk mondani, de egyszerűsítsük le, és mondjuk ki azt, hogy az, hogy munkálkodjunk, örömteli munkát végezzük. Nem az a rendeltetése, hogy dolgoztassunk másokat. Nem az a rendeltetése, hogy tekintsük üdülésnek és semmittevéssel, szórakozással töltsük el ezt az időt. Van a pihenésre is gondja Istennek, de 6 napon át munkálkodjál, és a 7. szenteld az Úrnak, akkor ne tégy semmi robot munkát, semmi olyat, hogy a munka is olyan, mint a családnak a gondozása, vagy az állatoknak a tartása, hogy nem akkor csináljuk, amikor kedvünk van hozzá, paraszt emberként, vagy a szőlőnél, azt a maga idejében kell metszeni, vagy a tövét betakargatni, amikor ennek itt van az ideje, akkor kell megtenni, és aki elmulasztja ezt az időt, annak nem lesz a végén termése. Szóval nem azért szőlőbe is munkálkodjál. Amikor a gyülekezetre gondolunk, akkor is azt kell mondanunk, hogy amikor így együtt vagyunk, az olyan, mint egy szőlészeti tanfolyam, egy termelési megbeszélés, de régen a templomok utolsó mondata, a papok utolsó mondata a templomban az volt, hogy kifelé. Mára ez ilyen éneklős, kellemes kis búcsú szövegét szelítült, hogy menjetek el békességgel, az Úr legyen veletek, és akkor elkezdett szokott elhangzani. De ez régen így volt, hogy kifelé. Ne üljetek itt, hanem ti üljetek, csak legyetek csendben. Ne üljetek itt a végtelenségig, menjetek és munkálkodjatok. Mit munkálkodjuk? Vigasztaljátok azt, akinek vigasztalásra van szüksége. Igazítsátok útba azt, aki eltévedt. Adjatok segítséget annak, aki
nem bírjak elejét egyedül, örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal, ez mind-mind tenni való, és ehhez itt kapunk bátorítást. Nagyon jó, hogy együtt vagyunk, de úgy vagyunk vele, mint az önövíz utáni emberiség, hogy nem akarnak elmozdulni Bábelből. Égigérő tornyot akarnak, egy hihetetlen tornyházat, maradjunk együtt, még az Istennel szemben is, de Isten eredeti terve az volt, hogy menjünk és népesítsük be a Földet, és uralkodjunk felette, hajtsuk uralmunk alá, gondozzuk, szeressük, és legyünk ebben értelmet. Jézus mondja, munkálkodom, amíg nappal van. Az én mennyei atyám is munkálkodik, mindez ideig én is munkálkodom, és ez fölhívás a tanítványoknak is arra, hogy ők is munkálkodjanak. Értelmes, szép dologra küldött el az atya. Oda jött hozzá, nem minket rendelt maga elé raportra, és adta ki az ukázt, hogy mit csináljunk, és nem volt appelláta, mert büntetett, hogyha nem tettük, nem itt van. Nincs semmi durva, ebben a példázatban kérés hangzik el. Az atya jött oda, hozzám elém jön, az én irgalmas Istenem, ezek olyan megrendítő felismerések, amikor végre megbékélünk az Úrral, és rájövünk arra, hogy nem a rettenetes tüntetéstől való félelem fogta meg a szívünket, hanem hogy elénk jött az Úr. Ő tette meg azokat a lépéseket, amiket mi ezért, azért, amazért nem tudtunk megtenni, mert olyan gátlásosak vagyunk, vagy éppenséggel még mindig az önmagunk mentegetésének az időszakánál tartunk. És ő elénk jön akkor, hogy találkozhassunk egymással, és mikor ráébreszt bennünket, hogy milyen csodálatos képességeink vannak, akkor azt is mondja, hogy menj munkálkodjál az én szőlőmben. A szőlő is az övé, én is az övé vagyok, a testvérem is az övé. A munka, amit végzek, az ő országában, az ő dicsőségére, az ő örömére történik. Amikor az ember a szőlőben bogarászik, vagy méhekkel foglalkozik, vagy bármi más egyebet csinál, akkor nem szokott felvetődni az a kérdés, hogy mi az én életemnek az értelme. Mert az olyan szép, és annyira adja önmagát a dolog, hogy érdemes volt ide megérkezni, oltogatni a szőlőt, várni annak édes gyümölcsét és élvezni azt. Ezért érdemes volt ez. Nagy kiváltság, hogy én is benne lehettem ebben a projektben, így mondanánk ezt ma. Nem csak csipegetem a szőlőt, egész máshogy csipegetem, ha én meccegettem, és én töltögettem a tőkét. Mit válaszol erre az első megszólított gyerek? Kedves szavak után, amiben nem kerüli el a figyelmünket ez az apró részlet sem, hogy az apa meg is szólítja, azt mondja, hogy fiam. A válaszban nincs benne az, hogy apám vagy uram, semmi. Csak egy vakkantás. Nem megyek. Nem megyek. Hallottunk ilyet már, szülőként is, nem is egyszer, és olyan menj, tedd ezt vagy azt, nem megyek, nem megyek. A Laci is Istennek a teremtése bennünk, és néha nem is tudjuk magyarázatát adni annak, hogy miért nem, nem mert nem. Mert én úgy döntöttem, hogy nem, és akkor Isten is mondhat, amit akar, én akkor sem megyek. Ja, az ő szülőjébe menjek, akkor pláne nem megyek. Gondoljunk csak a talentumok példázatára. Itt van, ami a tiéd. Rábíz egy talentumot, a gazda az egyik munkására, mondjuk így, hogy legyen a fia, de az nem csinálja azt, amit kérnek
tőle, nehogy már valamit számon kérjenek rajta, ha kockáztatnám ezt a tálantomat. Itt van, ami a tiéd. Ez a tiéd, de engem ne rángass bele ebbe a történetbe, miközben a másik kettő rábízott talentumokkal küzd kint a piacon, és hol veszít, hol nyer, de élvezi ezt a küzdelmet, aminek a végén majd azt fogja hallani, nem tudja persze ezt most, hogy jól van, jó és így szolgálva, kevesen hűvoltál, sokra bízva ezután. De itt mondom, egy ilyen kurta vakkantása, válasz, nem megyek. De milyen jó, hogy folytatódik ez a példázat, és pedig azzal, hogy te azután meggondolván magát elment. Ezt hívjuk megtérésnek is, ez a meggondolván magát. Más belátásra jutott, felülbírálta eddigi gondolatait, megváltoztatta az eddigi dolgokhoz való hozzáállását. A megtérés, ha csak érzelmi ügy, nagyon hamar elvárulok, elfüstölök. Valahol egyszer együtt vagyunk, Isten tiszteleten, csodálatos éneket hangzanak el, valaki lelkesen bizonyságot tesz, lágyan énekel valaki egy szólót, könyvelában a szemünk, a szívünk szinte meg akar hasadni, vagy az önöktől, vagy a bánattól, és megtérünk. De honnan felébredünk és keressük azt az élményt, és nincs. Nincs az az élmény, ami tegnap este volt. De a megtérés, a tanulja, görög szó itt a Bibliában, az szó szerint azt jelenti, hogy megváltoztatjuk a nézeteinket. Belátjuk, hogy elhibáztunk a dolgokat. Ahogy egy úton a megtérés, az azt jelenti, hogy rájövök, hogy rossz irányba megyek, és nem mondok olyan butaságot, hogy most már maradjunk következetesek, ha már elindultunk egyszer, ne ugráljunk ide-oda, menjünk csak tovább ezen az úton. Nem, van lehetőség, szerencsére erre, hogy meggondoljuk magunkat, hogy ezt minek a hatására tesszük. Hát annak a hatására, hogy Isten munkálkodik bennünk. Úgy rakott össze minket és az elménket is, hogy újra és újra vetődjenek fel kérdések, hogy jól van ez így? Jó irányba megyek? Nem szégyelem én magam ezért a vakkantásért, hogy nem megyek? Nem szeretem én mennyei atyámat, aki nem szörnyű dolgokat bízott rám, amelyek a nagyon alacsony munkákhoz tartoznak, vannak olyanok, akiknek a munkája nélkülözhetetlen, de rettenetes, ilyenek a csatorna tisztítók például. És én mindig nagy-nagy tisztelettel gondolok azokra, akik ilyen mélyre ereszkednek értünk, hogy elvégezzék ezeket a fontos feladatokat, de mondom, nem véletlenül Jézus egy ilyen nagyon kedves munkát vett fel. Meggondolja magát, és azt mondja, hogy szégyellem magam. Hogy mondhattam ilyet? És hát nem megy vissza az apjához azt mondani, hogy hát nem arra úgy, hogy az előbb így voltam, lesz majd erre is idő, majd mikor tapossuk a szőrét, vagy szűrcsölgetjük a mustot, akkor lehet, hogy azt fogom mondani, hogy apám, ne haragudjál, akkor amikor kiküldtél a szőrőbe engem dolgozni, akkor én nagyon csúnyán beszéltem vele, mire azt fogja mondani az öregem, hogy nincs emlékszem erre, mert ő ilyen. Nem emlékszem rá, hogy te megbántottál volna engem. Nem véletlen, hogy zsidó testvéreik, mert nem ez az önmarcangoló, hosszú bűnbánat az, amire bátorítják az embereket, hanem erre tessék megfordulni és jó irányba menni, és megtenni azt, amit az apa kért. Nem érdekli őt, igazán talán az nekünk van, inkább szükségünk arra, hogy egyszer megmondjuk bűnbánatban, hogy megbántottunk, védkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok méltó, hogy fiamnak neveztessek. De belefolytja a szót az apai ölelés a tékozló fiúba is.
hanem van nekünk egy másik testvérünk is, vagy mi magunk vagyunk ezek a másikak, akinek ugyanezt mondja az apa, amikor az előző így visszautasította, hasonlóképpen szól, és az pedig azt mondja, hogy én elmegyek, Uram, ha valakinél Károli Biblia van, de azt hiszem az új fordításnál is ott van, hogy ezt az elmegyek szót dőlbetűvel szedik, mert ez nincs benne a görög szövegben. Csak az én van ott. Én Uram. De vele értendő az, hogy ez valahogy úgy hangzana, hogy igenis, összecsapjuk a bokánkat, és igenis, szólj Uram, mert hallja a te szolgád. Itt vagyok, hallak téged, Uram, és ebben benne van az, hogy rendelkezzél vele. Nem mindenki, aki ezt mondja, Uram, Uram, mondja a hegyi beszédben, Jézus megy be a mennyek országába, csak aki cselekszi, 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 azért mennyei atyám. Mindegy, hogy miket mondunk, vagy miket gondolunk eleinte, mit teszünk utána. Olyan nagy hangsúly kerül erre az igenisre. Végén nem ment el. A kérdés pedig ez, hogy a kettő közül melyik teljesítette az Atya akaratát. A válasz annyira egyszerű, hogy még Vivi is tudja, mintha vélném hallani, hogy ezt mondja, hogy igen, tudja. Hát azt teljesítette, aki ugyanazt mondta, hogy nem megyek, de a végén mégis elment, és elvégezte azt a feladatot, amit tőle kértek. És akkor jön a példázatnak az értelmezése. Ha már Keresztelő Jánosról beszélünk, akiről nem tudjátok, hogy honnan való volt. Eljött hozzátok János, lehet, hogy ő is talált volna jobb szórakozást ennél, de ezt mondta neki az atya, hogy jöjjön el, fejével fizetett ezért az útjáért, ugyan. Eljött az igazság útján, és ti nem hittetek neki. Voltak mások, akik hittek. Van egy csavar persze ebben az értelmezésben, mert a munkától volt az előbb szó, amit egyesek megtagadtak, mások nem. De ti nem hittetek neki, ezek a prostituáltak, a vámszedők hittek neki, ti pedig, akik ezt láttátok, hogy a utca embere, sőt a megvetett páriák, akikkel szóba se álltott, milyen nyitott szívvel közeledtek az ő üzenetéhez, ez se rendített meg benneteket. Ezt látva sem tértetek meg, hogy hittetek volna neki. Az Úr megszólít bennünket, elénk jön, és azzal, hogy elénk jön és feladattal bíz meg bennünk való hitéről, az irántunk való bizalmáról, az irántunk való szeretetéről beszél. És azt akarja, hogy nem magunknak érjünk, ne legyünk eltelve önmagunk istenítésével, kiválóságával, hanem ismerjünk fel alázatos Istenünknek azt a szándékát, az az ő akarata, hogy minden ember az igazság megismerésére eljusson, és ebben a csodálatos ügyben akar bennünket használni. Nem egy politikai tábor gyűjt, ahol vagyunk mi, a hangzatosan keresztények, és vannak a többiek, akikkel bármit megtehetünk, Isten szőlőjébe hív el bennünket, örömteli munkát akar adni. Boldogok, akik akár igent mondanak, akár először nemet, ott kötnek ki, vele munkálkodnak. Ővék lesz majd az öröm,
születi dal, a szülő csemegézése is az Úr örömet akar adni, abba akar bevonni ebbe a csodálatos történetbe, és ezért küldte Jánost, hogy szóljon az emberekhez, ezért küldte Jézust hozzánk, és Jézus ezért akar elhívni bennünket, az ő tanítványokat, Krisztus követői lehetünk, ezt jelenti a keresztény szó. Hát akkor tegyük azt, amit ő mutatott, tegyük azt, amire ő elhívott bennünket. Amen. Álljunk fel is. Köszönjük, hogy mi meghallhatjuk, megérthetjük ezt a üzenetet. Köszönjük, hogy megkérhetünk. Hozzá beláthatjuk, hogy rossz úton jártunk életünk korábbi idejében, de 180 fokos fordulatot vehetünk, és feléd mehetünk, feléd együtt haladhatunk azon az úton, amelyre elhívsz minket. Köszönjük, hogy szolgálatot adsz ezen az úton. Köszönjük, hogy példát mutattál nekünk ebben, és hogy az elesettek gyengék mellé állhatunk, hogy te is ezt teszed. Köszönjük erre a lehetőséget, és köszönjük, hogy te tudsz nekünk bátorságot, békességet, hitet, reménységet adni. Köszönjük, hogy te feltétel nélkül bízol bennünk, segíts, hogy ezt is el tudjuk tőled tanulni, és szolgáljunk a te szülődben. Amen. Amen. Szent tiszteletünk végén a helyünket elfoglalva a 357. dicséretet énekeljük ennek az éneknek, az utolsó verse előtt a hirdetéseket és az áldást fogadjuk. Thank you.
hirdetem azt is, hogy délután 4 órakor alkálom lesz Isten tisztelet. Aztán régen hirdettem, vannak ugye két ilyen nagyobb fatörbb jellegű perseink, kicsi dobozban hamban is, de van külön egy kis doboz, amiben a legjobb számára gyűjtjük. Két dolgot hadd említsek meg, vagy háromat mondjuk, az egyik, hogy egyszer mentünk 10 szalat, az egyszerűen emlékezni Etiópiában. Van olyan csacsi, akiknek már kis csacsira is született azóta, állítólag. És ezek vízforgó szalak, mert vannak családok, amelyek sok kilométerről vitték a vizet, gyerekek fejükön kannában, és ezért vettük a csacsit, azt a hámot, amire 40 liter vizet lehet fölpakolni kannában, vagy még többet esetleg szegény csacsik hátára, és így viszik a vizet. Ugye ott két kutat is kutattunk Etiópiában, de most olyan helyen, ahol ez a kut távol van, megint mutatkozik igény, 2 csacsira darabja 150 dollár. Hámmal együtt 150 dollár, de két szamár így hámmal együtt 300 dollár lenne, és rábújítottam, hogy jó, elkezdtük gyűjteni 2 szamára nekik. Tehát valakinek van erre indítatás, akkor a szamára gyűjtsük. Aztán van egy másik ilyen program, hogy bent a Dambú utcában van egy fertőtlenítő állomás, ez az ország egyetlen fertőtlenítő állomása, az ANTS kölyáll kivonult ebből az ügyből. Egyedül nálunk fordul elő, hogy ha valaki élősködőkkel érkezik, akkor ettől meg tudjuk szabadítani különböző szerekkel. Napi 40-50-es forgalma van ennek a fertőtlenítő állomásnak, és ez nem kevés pénzbe kerül, semmi egyetlen fillér állami támogatást nem kapunk rá, viszont volt már nagy ellenőrzés, amiben az ANTS meg is állapította, hogy nem megfelelő gumikesztyűt használunk, adomány gumikesztyűt használunk, de állítólag ez nem szabványos, és ott megemlítettük, hogy talán lehetne akkor támogatni ezt a tőlük átvállalt feladatot. Most hát az a másik, ami esetleg ebből a persekből. Támogatunk a harmadik, hogy ott a kórházunknál szükségessé vált egy liftnek a beépítése. Volt ott lift régen, csak ugye miért ezt a romos épületet átvettük a gépházból, a liftgépet kilopták már, és azóta ott áll árván lent a lift szekrény, és nincs gép, mert fölhúzza, de már egy 100 éves masina volt egyébként. Az a szakemberek vélemény, hogy egy új lift kell vele, és majdnem teljesen megvan a pénz, 812 millió forint az kerül. Hát ez az ára, mi csináljunk úgy, hogy bizonyos építő munkákat mi elvégzünk, és van egy adományozó, aki a nagyját ennek biztosította, de még mindig hiányzik hozzá, vagy másfél millió forint. Úgyhogy ezt meg nem mondom azt, hogy játszva össze numerálgatjuk, de hogyha valaki innen is, hogyha maradt rá pénz, akkor ez a lifthez tesszük sok kicsiből. Azt mondtam, hogy bontsuk fel ezt a gyűkörből 9 métert, amennyit emel a lift centiméterekre, és akkor egy centit meg lehet venni. Nem tudom, 9 méter az hány centiméter? Az 900, mondani nem volt. Tehát ez 900 centi, tehát akkor a másfél milliónak az egy 900-adát, az nem számos. Egyébként csak, hogy mennyit, bármennyit adunk, valaki ki tudja számolni, akkor egy centit, fél centit meg lehet venni ebből a diskúzból, és akkor lehet a betegeket mozgatni ott, mert az emeleten is vannak ágyak. És hát azon kívül minden nap komoly erőkkel van
étkeztetés, fürdés, kórháznak a munkáját, amely nagyobb részt szintén ilyen magadányban volt. Tessék? 1600 forint egy centi. 1700 forint. Annak mennyi a fele, mert aki fél centi is lehet. Kiliméterekben is lehet. Lehet 800 forintot is lehet. Lehet 80 forintot is. Bármennyi picit is lifutat meg lehet vásárolni. Oda abba a dobozos percekbe, ami a polc oldalára van szerelve. Hát ha valaki egy-két millimétert megvesz, azt is odaadom. Hirdetem, azután azt is, hogy ugye szerdán biblia órában, ahogy szeretettel várjuk mindenkit szombaton. A biblia olvasó kör az iskola utcában az első kerületben, és jövő héten kezdődik egy téli közösségünk bent a Dankó utcában. Ez most minden is. Kedden, kedszerve csütörtököt, szerdán és adjutájékoztatók is tartanak ott délelőtt, ez nyilvános, tehát aki részt akar venni, lehet, hogy éppen nem lehet hozzászólni ott a adjutájékoztatók, mert az partalannál várnak. Akadok egyházunk kezdőkérdésre tájékoztatást adni, és ilyenkor mindig nyári programokat beszéljük meg, és a különböző területeknek a beszámolói, iskolai intézmények, gyülekezetei életéről beszámoljuk hangzanak el. Ez lesz kedden szerdán is csütörtökön. Hogy? A koncert. Hétfő este. Ki van függesztve már, két harmonikás ide hajt, és hétfőn este 7 órakor koncert lesz itt. Ezen a helyen valamit még akartam mondani, igen. Gyülekezeti vasárnap, igen, de jó, hogy Mika emlékeztet erre. Már az egy hétre lesz, vacsorai közösséggel. A vendégeink pedig Simonyi Andrea nevű kedves nő lesz, és egy férfi, akinek a neve most nem jut eszembe, talán Péter a keresztneve. Ők nagyon érdekes szolgálatot végeznek, a zsidó keresztény párbeszéd, soha holokauszt utáni párbeszéd munkatársai ők. Tisztítettek egy érdekes filmet az auschwitzi táborparancsnok unokájával, egy beszélgetést, egy kis rövid filmet, amit itt levetítenék jövő vasárnap, és utána ők is elmondanák, hogy mi az ő munkájuk lényege. Ők indították el azt a tiltakozást is, hogy most a reformáció 500. évfordulójának Wittenbergi városi templom faláról, ez volt az a templom, ahol Luther valamennyi gyerekét keresztelték, ott volt az esküvője Luthernak. Vasárnapokként többnyire ott prédikált, ez nem azonos a bár templommal, amelyre az egyetemi templommal, amelynek a kapuját a tételeit kiszögezte, hanem ez a városi templom, és annak a falán 1302 óta van egy dombormű, amely disznót ábrázol, aminek a földjét zsidók szopják, és ez ott van a 14. század legeleje óta. Átvészelt az összes háborút, világháborút, forradalmat, minden túlélt, és most a ünnepségre készülő csoport kezdeményezte, hogy elérte onnan ezt is kerüljön a múzeumba. Ez a szörnyű kép, utálatos kép, zsidókat megszégyenítő jelképes dolog. Van egyébként még vagy 10 más Németországban hasonlóképpen. Tehát a város vezetősége úgy döntött, hogy ezt mégsem teszi meg, mert hát ha már 1302 óta ott van turisztikai látványosság, sokan elmennek oda megbotránkozni. A
ez ott, és valahol a fűbe rejtve van, és ott táblácska, ami arról szól, hogy hát ez nagyon súlyos dolog, hogy mi ezt ide kiraktuk, szégyeljük, de hát ott a disznó. És ők indították el ezt a mozgalmat, és aláírtam ezt a petíciót, hogy belépnek ezt a sertést onnan. Meg elmondják majd, hogy mi mindent csinálnak, nagyon érdekes az ő munkájuk. Tehát ők vesznek mind, és akkor hirdetem azt is már, hogy Szerdához egy hétre viszont, 7-én, március 7-én Bernik Jós püspök úr lesz a bibliógránknak a vendége. A bibliógránk látogatottsága elég szerint. Ezt nem szem rám is képtel mondom, mert aki ott van, örülünk, és azt gondolom, hogy az áldást vesz, aki eljön, kevesen szoktak eljönni, de ne valljuk szégyent, ha püspökről eljön, akkor itt fogadnánk őt, utána egy kis szeretett vendégséget is tartanánk. Vasárnap nem tud jönni, mondta, hogy ez nagyon sok hosszú időre, vasárnap már le van foglalva, úgy gondoltam, hogy az első vasárnap eljöhetett volna, de egyszer nem kész volt jönni. Március 7-én ő lesz a vendég, kedves lelki ember, kicsit beszélgetünk, majd vele megkérdezgetjük, hogyan gondolkozik a dolgokról. Legyen áldott a hetünk, áldott felnék az áldásokat. Emléke áldjon meg téged az Úr, és őrizzed meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te reád, és adjon békességet néked. Amen. Amen.